Tonton és a sávolti kívánság, Sadie Rose Weilerstein meséje. Tonton vidékre ment Sávoltra. Ez egy teljes ünnep, mondta anyukája, biztosan kapunk majd finom sajtokat és vajat a palacsintához. És az erdő, mondta apukája, azok a gyönyörű ágak, zöldek a sávolti díszítéshez. Vidék, Sávolt! Tonton olyan boldog volt, hogy három hatalmas cigánykereket hányt. Hirtelen eszébe ötlött valami, és felült. És az ég, mondta, az ég. Felmászott a pici kertjéhez az ablakpárkányon, és ott állt, nézett ki az ablakon. A szeme a messzibe révett, álmodozón. Ég, mondta, sok-sok ég, nem csak egy pici darabka az épületek között. Megcsinálom. Megcsinálom, mindig is akartam, most meg is fogom. Hogy mi az, amit Tonton ennyire szeretett volna? Nem mondom, hogy találgassatok, mert úgysem fogjátok kitalálni. Azt szerette volna látni, ahogy megnyílik az ég. Tudjátok, minden sávoltkor, pontban éjfélkor megnyílik az ég. Egy pillanatra csak be lehet látni. Persze, ha nincsenek magas épületek vagy kémények, amik eltakarják, és persze csak akkor, ha teljesen ébren vagy. Ha csak egy pillanatra is behunyod a szemed, vagy akár pislogsz, elszalaszthatod. Ha kívánsz valamit, amikor az ég nyitva van, az a kívánságod valóra válik. Nos, anya készített Tontonnak egy parányi overált, apa meg vett neki egy farmer kalapot, és elindultak vidékre. Egy idős anyatehén biccentett feléjük a kerítésen túlról. Mellette volt a picinye, még alig állt a lábán. Sárga kis csibék rohangáltak a gyepen, volt egy nagy istálló, egy kakas ült a szénhalom tetején, és ég mindenfelé. A kukoricaföldektől a hegyek lábáig ért. Puha, bolyhús felhők úsztak rajta, mint az angyal szárnya, gondoltak Tonton. Belebújt az overájába, és a farmer azt mondta neki, ez hát az új munkásom, igaz? És kivitte az istálóhoz. Fejés idő volt, és a tehenek sorban álltak, várták, hogy megfejjék őket. A kis borjú mamája nem volt köztük. Kint volt a mezőn, a picinyével. Egy percre sem hagyta magára. Blúgy, 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 folyt a tej a vödörbe. A farmer adott Tontonnak egy gyűszűnyit, meleg volt, és még bugyborékolt. Tontonnak nagyon-nagyon sok dolga volt, aznap is és másnap is. Fels alá utazott a farmer feleségének a köplő lapátján. Vajat készített a palacsintákhoz. Az erdőbe ment, hogy apukájával zöldeket gyűjtsenek, és az ágakon hintázva tért haza. De a legtöbbször a kerítésen ücsörgött, nézte a tehenet és a borját, és azt kívánta, hogy megnyithassa az égboltot. Olyan hatalmas kívánság volt ez, hogy ha csak rágondolt, elállt a lélegzete. Azt kívánta, bárcsak tudná az egész Talmudot kívülről, minden szavát, mind a 63 traktátust borítótól borítóig. Látta az apja arcát maga előtt, ha valóra válna ez az álom. Apa, mondaná, mutass rá bármire ezen az oldalon. Majd anélkül, hogy oda nézne, pontosan elmondaná apjának, hogy mi van odaírva, és hogy mi van a további 10, 20 vagy akár 50 oldalon. Hogy megdöbbenne apja. Erre gondolt Tonton, ahogy bebújt az ünnepi öltönyébe, és elmondta imáit, vagy ahogy a szél finom illatokat hozott az ablakon át, ahogy hallgatta a kidust. Akkor is erre gondolt, amikor falta a túrós palacsintákat. Végül már véget ért a lakoma, az éneklés, az imádság. Anya felvitte Tontont, és bedugta az ágyba. Jó ét, kisfiam, mondta. Ne maradj ébren, apra reggelig nem jön haza. Tikunt mond ma. Tonton nézte, amint anya kimegy. Kisfiának hív, gondolta. Nem tudja, hogy reggelre hatalmas tudós leszek, tanult ember, egy tálmit haham. Ledugta a takarót, kimászott az ágyból, és felmászott az ablakpárkányra. Ébren kell maradnom, mondta. Egy pillanatra sem szabad behunynom a szemem.
Lágy szellő játszott a szobája melletti falon kúszó indákon. Dávid hárfájára gondolt. Jobb, ha zsoltárokat mondok, gondolta, elmondott egyet, aztán még egyet, elmondta a smát, minden olyan részt elmondott, amit tudott a Tórából, a prófétákból, a Midrásból, a Talmudból. Előre hátra dülöngélt, ahogy énekelte a verssorokat a megfelelő dallammal. Közben le nem vette szemét az égboltról. Felhő, hegyek siettek át rajta. Íme eljövök hozzád sűrű felhőben, mondta Isten Mózesnek. Lehet, hogy Isten a felhők mögött rejtőzik, most gondoltak Tonton. Lehet, hogy épp készül megnyitni az égboltot és teljesíteni a kívánságomat. Olyan csendes minden. Olyan csend van, mint amikor az örökkévaló a Tórát átadta. Nézte a sötétséget, és gyengéden azt mondta, madár nem énekelt, ökör nem bőgött, senki nem adott ki hangot. Ahogy kimondta azt, hogy hang, egy hang hallatszott az éjszakában. Nem hangos, nagyon halk. Mú. Tondon felpattant. A borjú, mondta, az anyja után sír. Hol van a mama tehén? Mi történt vele? Megfogta az egyik indát, és már csúszott is lefelé. Mú, hallatszott a mezőn át. Ez egy válasz, a tehén. Tonton átsietett a mezőn, olyan gyorsan ment, hogy a lába csillogott a fűben. Az istálló udvaron át a kerítéshez futott. Ott állt a kis ingatag borjú, reszketett, félt, anyja pedig az istálló udvarban állt szegény. Borzasztóan aggódott, közöttük volt két kerítés és egy ösvény. Tonton azonnal megértette, mi történt. Sietségében a parasztfiú bevitte a teheneket az istállóba, és a kis borjút elfelejtette. Kinyitja a kaput, és kiengedi a tehenet. Felmászott a kerítésre, de nem volt olyan egyszerű kinyitni, mint gondolta. Fogta és húzta a nagy vashurkot. Már piros volt az arca, és a szíve nagyon gyorsan vert, de nem adta fel. Mú, sírt a kis borjú szomorúan. Tonton nem bírta hallgatni. Eszébe jutott, amikor az erdőben elveszett messze anyukájától. Segítenem kell, muszáj, mondta, és húzta a kapuhurkot. Annyira belefeledkezett a borjúnak való segítségbe, hogy teljesen elfelejtette a kívánságát. Hirtelen felnézett, és ott volt az égbolt, nyitva. Igen, egy igazi rés a felhők között, égi fény sugárzott át rajta. Azt kívánom, mondta Tonton, hogy a kisborjú azonnal anyukájában lehessen. Ahogy ezt kimondta, a hurok kinyílt, az anya tehén neki ment a kapunak, és átsietett a legelőre. Egy perc múlva már a borját nyalogatta. Tonton egyszer csak emlékezett a kívánságára. Már nem volt mit tenni, késő volt. Reggelre nem leszel, mint haham, nagy tudós, tanult ember, még mindig csak egy mindennapi tanuló gyerek lesz. Lassan elsétált, felmászott az indán a szobájába, akkor lépett az ablakpárkányra, amikor apukája belépett a szobába. Tonton, miért vagy ébren? Tonton átölelte apukáját, fejét belefúrta a nyakába, és elmondta, hogy mi történt. És apa, mondta szipogva, ha nincs a kis borjú, akkor én már tudós vagyok. Az, amit mondtál, hogy szeretnéd, ha lennék, tálmit, hahám. Apa vigasztalóan elmosolyodott. Nem emlékszel, hogy mit mondanak a rabbik? Nem csak a tanulás, hanem a tett is nagyon fontos. Én jobban örülök, ha szeretetet és kegyelmet tanúsít az Isten teremtménye iránt, mintha te vagy a világ legnagyobb tudósa.